Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, magasztalunk téged Golgotai keresztedért. Áldunk azért, mert valóban nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az ő barátaiért. Köszönjük, hogy ellenségeidből barátaiddá tett minket a te kereszt halálod. Megvalljuk bűnbánattal, hogy mi vagyunk azok, akikről most az ének szólt, akiket bánt a sok gond, űz a bánat, akik tölt reményekkel és félelmekkel jöttünk most ide is. Áldunk téged azért, hogy mindezt itt hagyhatjuk te nálad, azért, mert meghaltál, éltünk, és harmadnapon dicsőségesen feltámadtál. Hiszük, Urunk, hogy most is hatalmasan itt vagy közöttünk. Kérünk, legyen ennek a bizonysága az, hogy te szólítasz meg minket. Hogy a rólad szóló emberi bizonyságtétel a te önmagadról való bizonyságtételetként érkezik meg hozzánk. Tudjuk, Urunk, hogy a te keresztedről való beszéd ma is bolondság mindazoknak, akik elvesznek. De azoknak, akik megtartatnak, ma is Istennek ereje és Istennek hatalma. Könyörülj rajtunk, hadd tartozzunk az utóbbiak közé. Hadd tudjuk most hittel párosítani a hallottakat. A te szent lelkeddel győzd meg minket arról, hogy micsoda az igazság, hogy kicsoda az igazság, hogy te vagy az igazság. Nekünk is, akiknek nincsen saját igazságunk, de a te igazságod hitáltal a miénk lehet. Kérünk, Urunk, hogy gondoktól, bánattól, tölt reményektől, félelmektől meghajszoltan, hitetlen hittel így fogadj el minket a te végtelen nagy szereteteddel. És ne engedj el üresen. Egyikünket se bocsáss el úgy, mint ahogy idejöttünk. Hadd lehessünk részesei az új teremtésnek. Isten élő lelke, jöjj! Áldva szállj le ránk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Péter apostol első levele 3. részének 18-tól a 22-ig terjedő verseiből olvasom. Péter apostol első levele 3. részének 18. és következő verseiben így szól Isten igéje. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a börtönben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése Noé napjaiban a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a testszennyének lemosása, hanem jó lelki ismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által, aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők. Kedves testvérek, hónapok óta az apostoli hitvallást tanulmányozzuk, éppen most következik ez a mondat. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítetett, meghalt és eltemettetett, alászállt a poklokra. Ennek a hitvallási tételnek az első fele nagypéntek külső történetét mondja el. A második megpróbálja kifejezni nagypéntek belső történetét. Nézzük meg részletesebben is ezt a kettőt, utána pedig harmadik gondolatkörként azt értsük meg, hogy a felolvasott ige mit üzen nekünk személyesen. Mit tudunk nagypéntek külső történetéről? Az evangéliumok leírása szerint Jézust a kora délutáni órákban feszítették keresztre. Aznap hangos volt Jeruzsálem a páska ünnepre felgyűlt sokaságtól, és a Jézus ellen mesterségesen szított tüntetésektől. Délutára aztán lecsillapodtak a kedélyek.
3-4 óra körül már a kereszten függött a názáreti mester két gonosztevő között. A kíváncsi nép is hazafelé szállingózott, a főpapok már előbb hazamentek a városon kívüli kivégző helyről, a Golgotáról, sikerült a tervüket valóra váltani, Jézus nem lett többé útjukban. 6 óra körül pedig elkezdődött a nagy páska ünnep. Minden családban levágták a húsvéti bárányt, és emlékeztek arra, hogy annak idején Egyiptomban a bárány vére mentette meg őket a haláltól, és Isten kiszabadította az ő népét a rabszolgaságból. Mindenki a maga bárányával volt elfoglalva, miközben az Isten báránya a kereszten szenvedett, az egész testen úrrá lévő izomlástól és a fulladás rettenetes tüneteitől, amiben a keresztre feszítettek, bele szoktak halni. Este felé már csak az őrség volt a keresztek alatt, néhány római katona egy százados vezetésével, valamint Jézus legszűkebb köréből néhányan. 4-en. Pontosan tudjuk, az írta le, aki maga is ott volt, János. Ott volt Mária, Jézus nagynénje, Mária Magdaléna és János. Néhányszor még megszólalt a szenvedő és már-már haldokló mester, az atyát hívta, bocsánatért esedezett kivégzői számára, rábízta hűtanítványára az édesanyját, gyötrő szomjúságáról panaszkodott, néhány szót váltott a vele együtt megfeszített gonosztevőkkel, majd hosszú hallgatás után így kiáltott, elvégeztetett. És lehajtván fejét, kiadta lelkét. A katonák megállapították a halál beálltát, biztonságból az előírásoknak megfelelően még egy dárdát döttek az oldalába, aminek át kellett hasítania a szívburkot is, aztán elmasíroztak. Máriáék is hazamentek, és a sötétség betakarta a 3 keresztet. Valamivel később még 2 előkelő, magasrangú férfi érkezett néhány szolgával, akik Pilátus külön engedélyével levették Jézus holttestét a keresztről, és eltemették még aznap egyiküknek, Arimátiai Józsefnek, a közeli temetőben lévő érintetlen kriptájában. Ez nagypéntek külső története. Ezt foglalja össze hitvallásunkban ez a néhány szó, szenvedett Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. És akinek azon az estén volt ideje végig gondolni a nap eseményeit, az szomorúan állapíthatta meg, hogy meghalt a jó, ki hűség volt, s alázat, s az él, ki Isten bántására lázadt. Befejeződött a Krisztus történet. Akik azonban néhány nappal, vagy néhány esztendővel később gondolták végig ennek a napnak az eseményeit, azok egészen másként vélekedtek. Azok nem rezignált keserűséggel állapították meg, hogy valami befejeződött, hanem újongó örömmel tanúsították, hogy valami elkezdődött. Alapigénk arról szól, hogy a Krisztus utáni első nemzedék, amelynek tagjai közül nagyon sokan szemtanúi voltak a nagypénteki eseményeknek, de azt már húsvét felől értékelték, újjongó örömmel állították, hogy nagypéntek nem a szánalmas vereség, hanem a dicsőséges győzelem napja volt. Hogy nagypénteken Jézus ügye nem elbukott, hanem végérvényesen diadalra jutott. Hogy az elvégeztetett nem csak az emberi gonoszság napvilágra jöttét és kiteljesedését regisztrálta, hanem az isteni szeretet bebizonyosodását és hatalmát is. Hogy nem valamiféle szomorú véggel állunk szemben,
hanem csodálatos kezdetet jelent Jézus Krisztus kereszthalála. Az új teremtés kezdetét. Egy egészen új világkorszak kezdődhet meg Jézus halálával. Helyre állt a rend. A helyéről kizökkent világ most zökkent vissza. Semmi akadály nincs már az Isten kereső ember útjában. Jézus által van menetelünk az Atyához. Mert Jézus kereszt halála nem szomorú tragédia volt. Nem csupán az emberi gyűlöletnek a sikere, hanem értelmes és elvállalt munka, isteni feladat teljesítése, helyettes elégtétel. Jézus mi helyettünk, mi érettünk halt meg a kereszten. Elkezdődhet nagy péntekkel egy egészen új korszak, mert ő minden ellenségünket végérvényesen legyőzte. És az első nemzedék tagjai boldogan vallották ezt a diadalmas hitvallást, titeket, akik holtak valátok bűneitekben és testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt a Krisztussal, megbocsátván ő érette minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, oda szögezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Ez a nagypéntek belső története. És aki a külső események mögött ezeket a belsőket is látta és látja, az tudta és tudja, hogy Jézus Krisztus keresztjénél egy kozmikus méretű szellemi mérkőzés zajlott le. A sötétség fejedelme köröm szakadtig védte a maga egyeduralmát. De Jézusban olyan szeretet, igazság, szentség, és ezeknek az erő ereje jelent meg, hogy nem bírt vele. Mindent mozgósított a gonosz nagypénteken Jézus ellen. Aki figyelmesen elolvassa a nagypénteki jelentést az evangéliumokból, az látja, hogy ott minden együtt volt, ami ránk jellemző. Hazugság, csalás, megvesztegetés, népbutítás, ámítás, gyilkosság, bosszúvágy, harag, féltékenység, kicsinyesség, az emberi butaság és gyűlölet kitombolta magát ott, és úgy tűnt, hogy győzött. Sikerült megölni az egyetlen, akiből mindez hiányzott, az egyetlen igazat és bűn nélküli, az Isten fiát. És amikor sikerült őt megölnie a gonosznak, akkor derült ki, hogy ez jelentette az ő totális vereségét. Valahogy úgy jártak a gonoszság erői, mint az a méh, amelyik megcsípvén valamit vagy valakit kiszakad a hullánkja, és belepusztul ebbe a győzelembe. Ezért vallja Pál apostol az 1 Korintus 15 végén boldogan, hogy halál, hol a te hullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez a nagypéntek belső története. És az első keresztjének ezért voltak tele örömmel, amikor az Úr halálára emlékeztek. Mert nagypéntek nekik Jézus Krisztus győzelmét jelentette. Azt a győzelmet, amelynek során Jézus kiszolgáltatta magát a világ minden gonoszságának, hogy így megmentse a világot a gonoszságtól. Amelyben elszenvedte a bűn pusztító erejét, hogy aztán soha többé senkit ne pusztíthasson el a bűn, aki ő benne hisz és hozzátartozik. A nagypénteki evangélium testvérek az, hogy Jézus az egész világ helyett szenvedte el Isten büntetését. Hogy Jézus kereszthalála minden ember számára utat nyitott az életre. Hogy Jézus Krisztus váltsághalálának az egész emberi történelmet és a teljes univerzumot átölelő kozmikus jelentősége van. Ez a bizonyosság szólal meg alapigényben, amit most hallott. Az a bizonyosság, amit maga Jézus így mondott egyszer, úgy szerette Istene világot, a kozmoszt, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Az Isten szeretetének a nagyságát ez mutatja, hogy ezt a világot. Az ember felelősségének a nagyságát ez, hogy aki hisz ő benne, az nem vészel, hanem örök élete lesz. Az első nemzedék bizonyságtétele arról szólt, hogy Jézus nem csak a kortársainak hozott szabadulást minden nyomorúságából, hanem az előtte és az utána élő nemzedékek egész sorának is. Hogy Jézus azért és úgy volt mindvégig engedelmes egész a keresztfának haláláig, hogy az Isten ajándékozzon neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus Krisztus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ebből a bizonyosságból született az a reménység és az a hit, hogyha Isten így szerette ezt a világot, és Jézusnak a váltságműve ennyire egyetemes, akkor amíg Jézus testileg halott állapotban a halottak között tartózkodott, ott sem volt tétlen, hanem meghirdette nekik is az evangéliumot. És ez a bizonyosság fogalmazódik meg ebben a néhány versben, amit Péter leveléből olvastunk. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint, amelyben elmenvén a börtönben lévő lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 ember megtartatott. És erről szól Pál apostol is a római levélben, amikor azt mondja, hogy azért halt meg, és azért elevenítetett meg, és támasztatott föl Krisztus, hogy mind élőkön, mind holtakon uralkodjék. Innen nézve érthető hitvallásunknak ez a tétele, és innen nézve érthető ez az ige is. Isten az egész világot szerette, Jézus váltsághalála az egész emberiség bűnéért elégtétel, és ő egyszer, mikor maga is emberi testére nézve a halottak között tartózkodott, még ott is meghirdette az evangéliumot, szálla alá poklokra. Hogy aki hisz azok közül, akik itt az életben nem hittek, az is elnyerje az Isten szeretetét és az üdvösséget. Persze több kérdés fölvetődik itt, amikre vissza kell majd térnünk, és ha Isten segít, akkor a húsvét utáni vasárnapon erről lesz még szó kiegészítésképpen. Most csak kettőt említek. Az egyik az, hogy ez nyilván nem észigazság, hanem hitigazság. Ez nem riport, hanem bizonyságtétel. Azok közül, akik ezt vallották, nem volt ott senki a halottak birodalmában, mikor ez megtörtént. Éppen úgy, mint a teremtésnél sem volt ott senki. És láttuk, hogy a Krisztus fogantatásának sem volt tanúja, és fogjuk látni, hogy a feltámadásának sem volt tanúja, csak a feltámadottal találkoztak már. Amikor Isten analógiátlan cselekményeket hajt végre, amikor ő, mint teremtő valami vadonatújat alkot, akkor az ember nem láthat. A hatását, az erejét érzékelheti. Ez a hit számára valóság. A másik nehézség, amit megemlítek, hogy az inferno, vagy a mögötte lévő görög szó a Hades, ami itt szerepel a hitvallásban, az nem csak a poklot jelenti, hanem egyáltalán a halottak birodalmát. Tehát nem csak azokra és azoknak a közösségére utal, akiket Isten elvetett, vagy akik elvetették Isten, hanem egyáltalán a halottakra, akik között ott vannak az elkárhozottak és üdvözültek is, várva azt, hogy kiderüljön majd az ő állapotuk az ítélekkor, Jézus visszajövetelekor. Majd ennek a részleteivel is foglalkozunk, jelenti tehát a halottakat, akik Krisztus előtt meghaltak. És ez a szentírási hely és még egy-két bibliai hely arra utal, hogy hitték az első nemzedék tagjai, hogy Jézus még nekik is meghirdette az evangéliumot. Mit jelent ez? Mit jelent ez a mi számunkra? Az ebben lévő üzenet mit jelent? Azt, hogy nagypéntek óta nincs reménytelen eset. Ez a bibliai tanú bizonyság, hogy Jézus
még az ő kereszt haláláig meghaltakat is fölkereste. És még nekik is fölkínálta a szabadulás lehetőségét. Ez a képtelen gondolat, ez egy olyan masszív és megalapozott hitigasság, amelyik az ő végtelen szeretetére és elégtételének egyetemes voltára épül. Amivel azt akarták kifejezni, hogy ott, ahol már mindenki lemondott a többiekről, ott is van lehetőség Jézus által a szabadulásra és az üdvösségre. Ott, ahol senki nem beszél az életről, a halottak birodalmában, ott is elhangzik az élet evangéliuma. Térjetek meg, mert elközelítetett az Istennek országa. Ez a nagypénteki evangélium a maga teljes mélységében. Jézusban olyan szabadulás és olyan szabadító erő jelent meg, ami mindenki számára valóságos és érvényes szabadítást ad. Nagypéntek óta nincs reménytelen eset. Jézus számára semmi sem lehetetlen. Az ő győzelme mindannyiunk számára életet és szabadságot jelent, ha azt hittel elfogadjuk. Ez feltétel mindenütt. A Biblia erről nagyon világosan beszél. És hogyha egy-két ismerős arcot megnézünk most a bibliai arckép csarnokból, akkor csak ugyanazt kell mondanunk, hogy ez így igaz. Emberileg milyen reménytelen eset volt Péter. A maga könnyen lelkesedő és könnyen csüggedő természetével, felületes hősködésével és gyáva tagadásával, mi lehet ebből az emberből? De nagypéntek hajnalán tudott sírni, és húsvét után tudott Jézusnak gyónni, és pünkösd után olyan prédikációt mondatott vele Isten szent lelke, hogy több ezer ember megdöbbent, átalakult, megtért, és élete végén meg tudott halni azért a Krisztusért, akit pedig korábban megtagadott. Nincs reménytelenese. Vagy ott van ez a gonosz tevő, akit Jézussal együtt feszítenek meg. Hát ő aztán már tényleg a halál fia. Ő már a halottak birodalmának polgára. Pillanatokon múlik, hogy ez végérvényessé váljék. És onnan a halál torkából ragadja ki őt, a megváltó Krisztus. Mert hittel hozzáfordul, mert engedi magát kiragadni onnan. Nincs reménytelen eset nagypéntek óta. Vagy Tamás. Hány csodát látott Jézustól, és nem hiszi, hogy feltámadott. Az örök ember vaskos materializmusával azt mondja, hogy majd, ha bedughatom az ujjamat a szögek helyére, akkor hiszek. És Jézus külön az ő kedvéért visszajön, megmutatja neki a szögek helyét, néhány mondatot vált vele, és Tamásból apostol lett. Nincs reménytelen eset. Nem lehet akadálya az ő mentő szeretetének. Vagy Saul. Jézusnak és az ő tanítványainak hírhedt és legveszedelmesebb ellensége. Aki bosszútól lihegve megy, hogy összeszedje mindenkit, aki Jézusban hisz. És ezen az úton eléje áll a feltámadott Krisztus, néhány mondatot váltanak, és tanúi lehetünk az új teremtésnek. Hogy hogy jön létre a semmiből egy új ember. Hogy hogy változik meg valakinek alapjaiban a gondolkozása s ettől az egész élete. Hogy kap új irányt valakinek az élete. Jézus számára nincs reménytelen eset. Ezért nem reménytelen ez az emberiség sem. Amely emberiség szobájának, házának a kapujára, bizony egész Jézus eljöveteléig ki volt írva, hogy ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Reménytelenné vált az Isten ellen fellázadt ember és emberiség helyzete. És Jézus belépett ebbe az infernóba. Eljött ebbe a pokolba, amit mi csináltunk magunknak, és nagypénteken utat nyitott innen kifelé. És ezért nem reménytelen ennek a világnak a sorsa sem, mert az ő keresztje, mint egy bárka, ebben a világban is ma is megmenti mindazokat, akik hallgatnak az ő hívására, és hisznek benne. És hogyha konkrét dolgokat akarnánk sorolni, akkor nyugodtan kezdhetnénk, hogy ezért nem reménytelen a legelromlottabb házasság sem, akkor sem, ha már holtán nyilvánították, és csak ugyan nem ad életjeleket, mert ha oda behívják Jézust, ott valami egészen új jöhet létre.
és nem reménytelen a kedves házat, s társat sem, akiről szeretnéd, hogy itt üljön melletted, és ki tudja, hol van most, és nem reménytelen a gyermeket sem, akkor se, ha azt kellene róla mondani, amit néhány napja könnyes szemmel mondott egy édesapa, hogy az én fiam erkölcsi hulla, és nem reménytelen a kedves halottat sem, mert aki hisz Jézusban, ha meghal is él, él csak Jézusnak a másik oldalán, és mi tudjuk, hogy ő nála majd találkozunk, és ezért nem reménytelen közülünk senki sem, akkor sem, ha valaki történetesen egy elrontott élet csőd tömegével jött most ide, és maga sem hiszi már, hogy van ebből kiút, van erre megoldás, hogy lehet neki újra kezdeni, vagy újat kezdeni. A nagypénteki evangélium az, hogy lehet. Nem csak újra, lehet egészen újat is. Jézussal. Ezt azonban kérni kell tőle. Pontosabban engedni kell neki. Hogy a váltság erejével, a maga szabadító szeretetével belépjen az életünkbe. Mégpedig most kell neki engedni. Mert ha mi meghalunk, utánunk már nem jön a halottak birodalmába. Erről az ige nagyon világosan beszél. Nekünk, ha lelkileg halottak vagyunk, most hirdeti az evangéliumot. És amikor nagyon szerette volna a példázatbeli gazdag, hogy jöjjön valaki vissza onnan, és nyerje meg az ő hitetlen testvéreit, akkor Isten határozottan azt mondta, hogy nem. Hangzik az ige, van Mózesük, vannak prófétáik, hallgassák azokat. Ha azokra nem térnek meg, nem lehet rajtuk segíteni. Minket most hív ki a halálból, hogy átmenjünk itt az életbe, az örök életbe, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Testvérek, nem azt mondja nekünk az életünk meghalt és feltámadott Krisztus, hogy legyünk jobbak. És nem azt mondja, hogy tegyük jóvá, amit elrontottunk, hanem azt mondja, hogy fogadjuk be őt. Hívjuk be igazán hittel őt az életünkbe, és engedjük, hogy ő tegyen ott rendet. És ott új teremtés történik. Mert aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mi mindnyájan a sötét múltunkkal küszködünk. És a sötét múltunk miatt nem tudunk örülni a jelenben, és nincs reménységünk a jövőben, beleértve a halálunkat is. A nagypénteki evangélium úgy hangzik, hogy Jézus Krisztus tisztába tette a múltunkat. Azért halt meg, hogy a mi bűneinknek ne legyen következménye. Az lett a következménye, hogy ő belehalt. Hiszed-e ezt? Aki ezt hiszi, az felszabadul arra, hogy bármilyen körülmények között is tudjon örülni a jelenben, és bármilyen jövő sejlik is fel előtte, tudjon reménykedni nem a jövőben, hanem abban a Krisztusban, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, aki tisztába tette a múltunkat, aki velünk van minden pillanatban, és aki elkészítette mindannyiunk jövendőjét. Abban a csendben, amit itt az imádság és a mi atyánk között tartunk majd, mindannyian elmondhatunk neki egy rövid imádságot. Úr Jézus, én behívlak téged életembe, hiszem azt, hogy amit én évtizedek alatt tönkretettem, annak a helyén te pillanatok alatt újat tudsz építeni. És az ilyen emberről mondja majd az atya azt, hogy ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És akkor kezdődik el igazán az élet. Ezért imádkozom. Olyan jó, Urunk, hogy te mindannyiunkat ismersz. Pontosan tudod, hogy hol vagyunk mi. Tőled messze, vagy a te közeledben. Éppen hátat fordítunk-e neked, vagy nagyon is keressük a te orszádat. Köszönjük, hogy bizonyosak lehetünk abban, az, hogy most itt vagyunk, annak a jele, hogy te keresel minket. Hogy közelebb akarsz hívni magadhoz. Köszönjük, hogy nincs már semmi, ami elválaszt minket tőled, Istenünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus eltette az útból az akadályt. Könyörülj rajtunk, hogy hadd induljunk el hát határozott léptekkel feléd. Köszönjük, hogy te közel vagy mindazokhoz, akik őszintén vágyakoznak utánad. Nem kell nagy utat megtennünk. Itt vagy egészen közel.
Vedd el a mi hitetlenségünket, kételjeinket. Taníts hinni azt, hogy Jézus Krisztusnak, a te fiadnak vére megtisztít minket minden bűntől. És akkor mi a te gyermekeid lehetünk. Kérünk, hogy szabadíts meg a bizonytalankodástól is. Hadd tudjunk a te ígéreteidre bizton építeni. Áldunk téged, Urunk Jézus Krisztus, hogy mi sem vagyunk reménytelen eset. Köszönjük, hogy te nem mondtál le rólunk. Segíts, hogy mi sem mondjunk le magunkról. Nálad van elkészítve a mi boldog életünk. Készek vagyunk ezt elfogadni. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.